Barlagisas élőhelyeken, vagy fokozottan védett fajok élőhelyein is szúrópróbaszerűen csinálunk terepi bejárásokat. A Kárló nevű belga juhász kutya 2017-ben tette le a sikeres méreg és tetem kereső vizsgát, azóta vele is nagyon nagy sikerekkel dolgozunk, 2020-ban pedig a Hella nevű német juhász kutya állt munkába. Pest megyei nagyon nagy mérgezéses területen vagyunk. Ezen a területen azt lehet mondani, hogy egy új magyarországi rekordpusztulás történt. Már a hatodik napja vagyunk kint. A kutyák légszimattal szabadon keresnek. Igazából mindenféle bomló állati szerves anyagot képesek megtalálni, valamint a mérgezéshez használt mérgezett csalétkeket is. Ezek a kutyák szolgálati méreg- és tetemkereső kutya minősítéssel rendelkeznek, úgyhogy így ugyanolyan jogosultságaik vannak, mint bármelyik más rendőrségi kereső kutyának. Két kutyával dolgozunk, mert ugye váltva tudunk velük dolgozni, amíg az egyik dolgozik, addig a másik tud pihenni az autóba, és akkor így ugye, ki tudjuk tolni a kereséseknek az idejét, és sokkal nagyobb területet tudunk átnézni egy alkalommal. Ugye a legfontosabb az, hogy még véletlenül se vegyék a szájukba se a tetemeket, se a csalétkeket, ugye ezek a méreganyagok a nyálkahártyával érintkezve is az állatnak a pusztulását okozzák. Nem csak az erősen bomló tetemekre kell képeznünk a kutyákat, hanem például a mumifikálódott csak csont és toll tetemekre is. Ugye ezeknek a tetemeknek teljesen más szaga van, mint a friss tetemeknek. A mérgezésnek alapvető tünetei vannak ugye főleg a madarakon, hogy ez a görcsös láb és testtartás, kicsavarodott fejtartás. Ennek a maradványnak a környezetét jobban át fogjuk vizsgálni, mert itt más tetemek is lehetnek még ez alapján a környékbe. Viszont most kutyát fogunk váltani, mert a Kárló az már eléggé elfáradt, úgyhogy a Hella nevű kutyával fogjuk folytatni majd a keresést. Többféle mérgezéses eseteket tudunk megkülönböztetni. Ugye ez lehet akár egy helytelen mezőgazdasági technológiából fakadó mérgezés is, mondjuk rágcsálókat szeretnének féken tartani, viszont vagy betiltott vegyszereket használnak, vagy pedig nem megfelelő mezőgazdasági technológiát alkalmaznak. Több példa van arra, mondjuk a háziállatállományt akarják megvédeni a ragadozóktól, mint például a rókától, de sajnos olyan is van, amikor szánt szándékkal a védett ragadozó madárfajokat próbálják elpusztítani. Akár véletlen mérgezésről, akár szándékos illegális mérgezésről van szó, az közös bennük, hogy ezek a méreganyagok nem válogatnak, bekerülnek a táplálékláncba, és igazából bármilyen fajnak a pusztulását képesek okozni. Kutyáknak éles terepi helyszínelések mellett rendszeres tréningezésre is van szükségük. Amikor ugye nincsenek esetek, akkor így tudjuk szinten tartani és megfelelően kondicionálni őket erre a feladatra. Hella sikeresen teljesítette a feladatot, és ugye aktív jelzéssel, ugatással jelezte, hogy itt talált valamilyen elpusztult állati tetemet, ezért megkapta ugye a jutalmát, a labdát. Most ugyanezt a szárnyat ugye két különböző helyszínre fogjuk most elrejteni a Kárlónak, és ezt kell majd neki megtalálnia. Nagyon sokat tanul az ember a kutyáktól, az én személyiségem is nagyon sokat fejlődött. A türelem, amire nagyon jól képesek megtanítani az embert. Gyerek!
keresd meg! Mutasd meg! Egy siker a munkánkkal kapcsolatban az általában sajnos állatoknak a pusztulásával jár. Mielőtt elkezdtük ezt a munkát, nem született elmarasztaló ítélet mérgezéses esetekkel kapcsolatban, viszont 2013 óta 5 esetben is szabtak ki ítéletet. Összességében elmondható, hogy országos szinten csökkent az eseteknek a száma, és a mérgezéseknek egy nagyon fontos áldozata, ugye a parlagi sas, újra növekedésnek indulhatott az elmúlt években.